Köszöntöm nézőinket! Önök a Szeged Televízió egészségügyi magazinját, a Diagnózist látják. Mai adásunkat a koronavírus kutatásnak szenteljük. Megtudhatják, mi történik, ha megtámadja az agyat a COVID. Aztán megismerhetik Mirko történetét. Ő az a kisfiú, aki Duchenne-szindrómában szenved. Végül vendégünk lesz Kohajda Mónika, a bőrgyógyászati és allergológiai klinika laborasszisztense, aki nemrégiben Nők a Tudományban kiválósági díjat kapott. Maradjanak velünk a következő fél órában. Négy éve az egész világot pánikban tartotta, mára már megtanultunk élni vele. A COVID-19 vírus számtalan kutatástárgyát képezi. A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban azt vizsgálják, hogyan képes átjutni a véragygáton, és milyen betegségeket okoz a központi idegrendszerben. Ez volt az egyik témája az agykutatás hetének, melyről most bővebben beszélgetek vendégemmel, Wilhelm Imolával, az SBK tudományos főmunkatársával. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Mióta foglalkoznak a COVID-19 kutatással? Azonnal elkezdték az ezzel kapcsolatos munkát, vagy azért kivártak egy kicsit? Hát alapvetően mi ugye a véragygáttal foglalkozunk, azzal az agyi erekkel, és ugye kíváncsiak, miután már elkezdtek megjelenni ezek az agyra utaló tünetek, ugye kíváncsiakká váltunk, hogy vajon hogyan juthat be a vírus az agyba. Szóval nekünk nem ez a fő csapásvonalunk, nem ez a fő területünk, tehát nem azonnal kezdtünk ezzel foglalkozni, de a neurovaszkuláris egység kutatócsoportban, ugye Kriszba István a vezetője, ő kitalálta, hogy azért nézzük meg, hogy hogyan tud hozzá kapcsolódni a vírus ugye az agyi ereknek a sejtjeihez, és ehhez megvan a biofizikai intézetben, ahol dolgozom, a teljes eszköztár, mert hogy biofizikusokkal dolgozunk együtt, és akkor meg lehetne mérni azt, hogy milyen erősséggel tudnak kapcsolódni, és akkor ugye erre született egy pályázat, és akkor ebben így részt veszi gyakorlatilag az egész intézet, úgyhogy így kapcsolódunk mi a COVID-hoz. Tulajdonképpen mi is ez a véragygát, mi a funkciója? Tehát a véragygátat azt az agyban található kis hajszálerek alkotják, ugye, amelyek sűrűn behálózzák az egész agyat, és ezek a hajszálerek egy kicsit másképp működnek, mint a szervezet többi részén levő hajszálerek, mert hogy gátat képeznek, hogy megakadályozzák a káros anyagok bejutását az agyba. Uh-huh. És ezeket a hajszálereket bélelő sejtek, az úgynevezett endotél sejtek, ők fogják tulajdonképpen meghatározni, hogy mi az, ami bejuthat az agyba, és mi az, ami nem. Tehát, hogy átengedik, vagy aktívan segítik azoknak az anyagoknak a bejutását, amire szükség van az agyban, és a káros anyagoknak a bejutását, de még az ionoknak a bejutását is gátolják, hogy ne zavarják ezek meg ugye az idegsejteknek a működését. Hát elvileg ugye gátolják, de valahogy mégis bejut a koronavírus sejt az agyba. Ez hogyan fordulhat elő? Ugye több mód is van rá, ha jól tudom. Hát így van, ugye az sem biztos, hogy a véragygáton keresztül, vagy csak a véragygáton keresztül, mert hogy bejuthat például az idegek mentén is, ugye az agyidegek mentén, vagy bejuthat, még van egy másik gát, amelynek kisebb a jelentősége, de az úgynevezett plexus koroideusban még van egy másik gát, a vérlikvorgát is, de hogy a véragygáton keresztül azért más vírusok is például be tudnak jutni, és hát kihasználják úgymond a gyengeségeit a véragygátnak, vagy pedig megnyitják magát a véragygátat, tehát megnyitják ugye ezeket a szoros kapcsolatokat, amelyek összefűzik ezeket a sejteket. Vannak olyan vírusok, amelyek ezt használják, vannak olyan vírusok, amelyek kihasználják az útvonalakat a véragygáton keresztül, ugye, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az agyba bejussanak a szükséges mondjuk tápanyagok. Uh-huh. És hát van egy harmadik módszer is, amikor ez nagyon okos módszer, amikor egy ilyen trójai faló módszernek hívjuk. Ilyenkor azt csinálják a vírusok, hogy elbújnak az immunsejtekbe, és az immunsejtek jutnak át a véragygáton, és magukkal viszik a vírust. Így jut például be a HIV vírus az agyba. De az hogy fordulhat elő, hogy bejut egy olyan sejt, amire nincs szüksége a szervezetnek, tehát hogy tudva levő, hogy ez károkat tud okozni? Hát ez egy folytonos harc a szervezetben, ugye az összes ilyen patológiás kóros folyamat az így zajlik, hogy valami elromlik, valami másképp működik, mondjuk a vírus ebben az esetben kihasznál egy mechanizmust, vagy átalakít valamit, vagy mondjuk, hogyha daganatos sejtek is, ugye ők is képesek bizonyos daganatos sejtek átjutni a véragygáton, ugye kihasználják azokat a lehetőségeket, vagy becsapják a véragygátat, és így sikerül ez nekik.
ha bejut a káros sejt, a COVID vagy a koronavírus sejtje az agyunkba, akkor ott mi történik, és milyen károkat tud okozni? Na most az az érdekes, hogy a legújabb kutatások azt mutatják, hogy nem is elsősorban az a gond, hogy ott van a vírus az agyban, hanem az a gond, hogy ezzel párhuzamosan megnyílik ez a bizonyos véregygát. Ez miért probléma? Ez azért probléma, mert ugye olyan anyagok tudnak bejutni az agyba, amikre ott semmi szükség. És ezzel párhuzamosan zajlik egy nagyon erős gyulladás a szervezetbe, ugye a citokin vihar, ez mindenki számára ismert, és akár ezek a gyulladásos faktorok is bejuthatnak, vagy például a vérben keringő olyan fehérjék, amikre ott nincs szükség, és amelyek ott gyulladásos reakciót váltanak ki. És ez a gyulladás lesz, ez a szisztémás, ugye az egész szervezetet érintő gyulladás, meg az agyban kialakuló gyulladás lesz az egyik legfontosabb oka azoknak a tüneteknek, amiket a betegek érzékelnek. Arról van-e bármiféle adat, hogy hány emberre jut be, vagy mitől függ, hogy kinél jut át ezen a véragygáton a koronavírus? Az az igazság, hogy nagyon változatosak a tünetek, és súlyosságukat tekintve is, meg ugye jellegüket tekintve is. És ugye az agy érintettsége nem csak attól függ, hogy a vírus bejut, nem csak attól függ, hogy a véragygát megnyílik, hanem például ugye ilyen trombózisos tüneteket is produkál ez a vírus, és ugye attól függően, hogy mondjuk hol záródnak el az erek, attól is függ, hogy ugye az illető agyterület lesz érintett, és akkor ez fogja meghatározni a tüneteket. Tehát attól függően, hogy az agyunknak melyik része érintett, hol alakul ki trombózis, hol alakul ki gyulladás, ez nagyban meghatározza azt, hogy milyen tünetei, agyi tünetei, meg akár az egyéb tüneteket is, ugye, mert egy csomó olyan központot érinthet a betegség, ami befolyásolja egyéb szerveknek a működését a szervezetünkben. Akkor most beszéljünk a tünetekről, hogy mit okozhat a koronavírus, ha átjut ezen a véragygáton. Hát, hogyha az agyi tüneteket nézzük, akkor ezek nagyon változatosak, és egyrészt vannak a korai tünetek, tehát ugye az akut fertőzés során, ezek a ritkábbak, ilyenkor kialakulhatnak ilyen agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, illetve epilepsziás tünetek, főleg fiatalabbaknál, idősebbeknél pedig gyakrabban ez egy bizonyos stroke jelentkezik, ez ugye az egyik, és a másik, amikor ez a hosszú COVID alakul ki, és ugye ennek az agyi érintettségnek a legsúlyosabb forma, ez a bizonyos agyköd, amikor nagyon súlyos koncentrációs problémák, memória problémák lépnek fel, szédülés, gyakran ilyen pszichés tünetek, depressziós, szorongásos tünetek jelennek meg. És ezt vizsgálták, hogy mennyi ideig állhatnak fönn ezek a hosszú távú tünetek? Hát mi magunk nem vizsgáltunk, tehát milyen klinikai vizsgálatokat nem végeztünk. Itt is ugye változatos maga az, hogy milyen súlyos, meg az is, hogy milyen hosszú lefutású ez a tünet együttes, de ugye az a lényeg ebben a hosszú COVID-ban, hogy hónapokkal az akut betegség lezajlása után jelentkeznek ezek a tünetek. Az elhangzott az agykutatás hetén, hogy az előadásában, hogy a különböző korosztályoknál más-más tünetek jellemzőek, hogy egy picit, ha erről beszélne, hogy mégis mondjuk egy fiatalabbnál és egy idősebbnél hogyan jelentkezhet ez a bizonyos tünet? Hát ezek inkább az akut fázisban jellemzők ezek a különbségek, amit ugye én konkrétan betegekkel nem dolgozom, de most az előadás kapcsán többen is megkerestek, és ebből azért az jött le nekem, vagy az jött át, hogy azért ez még mindig egy súlyos probléma, és még mindig vannak, akik küzdenek ezekkel, és nem, és fiatal betegek voltak, akik megkerestek, hogy nekik pont ezek a tüneteik vannak. Ugye 4 éve már ilyenkor javában tombolt a járvány. Azóta mit sikerült elérni a kutatásai során, és milyen nyitott kérdések vannak még hátra? Például az, hogy a véragygátnak a megnyílása és ezáltal és a szisztémás gyulladás, ez mennyire fontos ugye a hosszú COVID és az agyi tünetek szempontjából, ez egy nagyon friss, tehát 2024-ben megjelent publikáció, amit írkutatók végeztek, amiről én most konkrétan beszélek, tehát hogy folyamatosan zajlanak a kutatások, és még nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk, és az agyi érintettségről talán arról tudjuk a legkevesebbet,
és ez továbbra is ugye folyamatban van, ugye mi is, amit megpróbálunk megérteni, hogy milyen receptorokkal kapcsolódnak hozzá, milyen erősségű ez a kapcsolat, ezek is még zajló nyitott kérdések. Azt gondolom, hogy lesz még jó pár év, míg ezeket a kérdéseket meg tudják válaszolni. Van egy ezzel kapcsolatos projektjük is, mi is ez pontosan? Hát ez a projekt, ami ezt a kapcsolódás erősségét próbálja megérteni, ebben mondom, az egész biofizikai intézet részt vesz, és igazából pont ez a kérdés, hogy a különböző sejtekhez milyen receptorokon, hogyan tud kapcsolódni maga a vírus. És arról van esetleg sejtésük, hogy hogy lehetne megakadályozni, hogy a koronavírus sejtje ne jusson át a vérrögyháton? Ugye hát pont ez a lényeg, hogy ehhez kell ismernünk ezeket a mechanizmusokat, tehát mindig a sorrend az, hogy megértjük, hogy mi történik, és akkor utána próbáljuk megakadályozni. És ugye, ha már a véragygátnál vagyunk, akkor nem is csak az, hogy akadályozzuk meg, hogy bejusson, hanem hogyha majd esetleg lesz specifikus terápia, akkor ezt meg hogy tudjuk elősegíteni, hogy az meg bejusson, mert ugye a véragygátnak az is az egyik jellemzője, hogy a gyógyszer molekulák nagy részét is ugye káros anyagnak tekinti, mert ugye evolúciósan az endotérsejtek nem ismerik azt a bizonyos gyógyszermolekulát, és annak a bejutását az agyba is megakadályozzák. És ugye ez minden agyi betegség során, ez egy nagyon fontos szempont, a gyógyszerfejlesztés során, hogy olyan gyógyszereket fejleszünk, amelyek nem csak hogy hatékonyak, nem csak hogy kevés mellékhatással rendelkeznek, hanem még átjussanak a véragygáton is, hogyha ugye az agyi betegséget szeretnénk kezelni. Nagyon szépen köszönöm Wilhelmi Malának, hogy mindezt elmondta, nagyon érdekesen vázolta fel ezt a fajta munkát, és én kívánom, hogy azokat a kérdéseket, amik még most önökben megvan, hogy meg tudják mielőbb válaszolni a tudomány javára. Köszönöm szépen. Egy gyógyíthatatlan betegségben, gyermekkori izomelhalásban, azaz Duchenne-szindrómában szenved a 8 éves Mirko. Édesanyja azzal tölti minden idejét, hogy fiának megtalálja a gyógymódot. Nemrég feltűnt egy génterápia, ami talán megváltoztathatja a kisfiú sorsát, de ez megfizethetetlen, mivel 1,3 milliárd forintba kerül. Ráadásul jelenleg csak 4-5 évesek kaphatják meg. Ennek ellenére nem adják fel a küzdelmet. A tudomány jelenlegi állása szerint a Duchenne-es gyerekek többsége 10-12 éves kora körül kerekes székbe kerül, 30. életévüket meg sem érik. Bár a ritka betegségek között ez az egyik leggyakoribb, hiszen 3300 fiúból egyet érint, még mindig kevés szó esik róla a nyilvánosságban. A 8 éves Mirko imád bicajozni. A Duchenne miatt futkározni nem tud, így csak a kerékpár maradt. És bár hamar elfárad a lába, de úgy teker, mintha nem lenne holnap. A Duchenne-féle izomsorvadás gyógyíthatatlan betegség. Az érintettek csak ritkán élik meg a 30-as éveiket. Általában 3 és 6 éves kor között diagnosztizálják, mert addig a gyerek fejlődésében nem jelentkezik a betegség egyértelmű tünete. Mirko születésénél akkor még minden rendben volt, azt gondoltuk. Hát olyan 1-2 éves korra körül, tehát hogy úgy mindent egy picivel később kezdett el csinálni, mint a korabeliek, de a védőnő mindig azt mondta, hogy ez még határidőn belül van. Senki nem hívta fel a figyelmet erre, hogy baj lehet. 4 éves kora körül elkezdett lábujjhegyen járni, ami sok gyereknél előfordul, de egy idő után általában abba hagyják. Ebben reménykedett Mirko édesanyja is. Amikor már így úgy éreztem, hogy ez már nem normális, akkor felkerestünk egy ortopédust. Elküldött minket azzal, hogy otthon nyújtsuk a lábát, és hogyha pipiskedés marad, akkor egy egyszerű Achilles műtéttel orvosolható a dolog. A löketet, amely elindította a neurológiai kivizsgálást, egy ismerős adta, akinek a környezetében volt hasonló betegséggel küzdő gyermek. Bogarat ültetett a fülembe, úgyhogy este már interneten rákerestem, és ahogy olvastam, így a tünetek azok így egyeztek, úgyhogy másnap már fölkerestem egy neurológust. És amíg beértünk a vizsgálóba, ő addig figyelte a járását, és ő már akkor vizsgálatok nélkül is megmondta, hogy ez biztos, hogy az lesz. És akkor én még akkor is gondoltam, hogy hát ez felelőtlen kijelentés, és hogy ez biztos, hogy nem így van. A vérvizsgálat eredményéből egyértelművé vált, mi lehet a kisfiú elmaradt mozgásfejlődése mögött. Duchenne-féle izomsorvadás.
Mirkóval pont a Vadasparkban voltunk, amikor az orvos fölhívott, és telefonon megmondta, hogy mi a helyzet. Úgyhogy igazából az, hogy onnan a Vadasparkból hogy jöttünk el, és hogy jutottunk haza, arra már nem is emlékszem, mert annyira rosszul esett. Azt mondta, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, nincs rá semmi gyógymód, úgy szteroidot kell szednie, és akkor gyógytorna, meg úszás, de azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy menjünk haza, és akkor szeressük a fiunkat, mert nem tudunk tenni semmit. Ez a betegség lentről felfelé halad. Előbb a lábak, aztán a kezek, majd a nyelőcső, ami gátolja a beszédet és az evést is, végül eléri a szívizmot is. A dusenes gyerekek többsége 10-12 éves kora körül kerekesszékbe kerül, és légzés támogatásra szorul. Összeomlott bennem minden. Tehát, hogy én annyira összetörtem, hogy egy fél évig erről nagyon beszélni se tudtam senkivel. Arra eszméltem föl, hogy egy Mirkóval ketten lakunk, hogy sokszor ő vigasztal már engem, és akkor rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább. Nem vigasztalhat ő engem, hanem akkor erősnek kell lennem, és meg kell keresni a gyógymódot akárhogy is. Ha azt mondják, hogy nincs, akkor is meg kell keresni. Mirkó minden nap szteroidot kap, amellyel kitolható a járóképesség megtartása. Jelenleg ez az egyetlen hivatalosan elfogadott kezelési lehetőség a dusenes betegek számára hazánkban. Az úszás is segít neki, és persze speciális tornára is jár. Most van egy új szteroid, amit most Németországban már engedélyt kapott, ott már árusítják, úgyhogy szeretnénk, hogy minél hamarabb Magyarországon is elérhető legyen minden dusenes kisgyereknek, mert amit most szedünk, annak nagyon sok mellékhatása van, és az újnak is van, de amit most szedünk, az gátolja a növekedésében, tehát hogy így a Mirko nem tud úgy nőni, mint a többi kisgyermek, meg sajnos a csontokra nagyon rossz hatással van. Ez még csak Németországban elérhető, és 2,5 millió forint a havi adagára. Felmerült az is, hogy Achilles műtétre is szüksége lesz. Ez azonban nagyon kockázatos. A műtét ugyanis vagy segít tovább megtartani Mirko járóképességét, vagy soha többé nem tud majd lábra állni. Ahogy kutattam, meg így beleástam magam, hogy a génterápia az ilyen nagyon gyorsan halad előre, az, ami is egyedül segíthetne a génterápia. Most Amerikában van egy génterápia, ami már engedélyt kapott ebben az évben, és de ezt csak 4-5 éves gyerekek kaphatják, 4-től 5 éves korig. És most abba bízunk, hogy ezt majd minél hamarabb kibővítik idősebb gyerekeknek is. Ez nagyon szép és jó, de azt hozzá kell tenni, hogy ez igazából javít az állapotukon, de elmúlni nem fog tőle a betegség, csak javít a helyzeten, kitolja az izomzat romlását, de igazából megfizethetetlen, tehát hogy ennek az ára a jelenleg 1,3 milliárd forint. Bár lehetetlen küldetésnek látszik, az anya mégis hisz a csodákban, ezért egy alapítványt hozott létre, Mirkóval legyőzzük a Duchent néven. Abban bízik, hogy ha egy ország összefogott az SMA-s betegekért, a dusenes gyerekek sem maradnak támogatás nélkül. És mi leszel, ha nagy leszel? Repülős. Pilóta? Tényleg? És miért pont az? Nem félsz a repüléstől a magasban? Nem, én már kétszer repültem. Hova repültél? Egyszer, hogy megvizsgáljanak, egyszer meg kirándultam. Ha kívánhatnál valamit, mit szeretnél a legjobban? Elutazzak. Hová? Valira. Én színes alakot nézni. Ő 3 éve erre gyűjt.
ő ezt kér a Mikulástól, Jézuskától, játékhelyet, meg csokoládéhelyet. Ő erre gyűjt. Igen. Mirko repülni szeretne. Na és persze futni, mint a többi gyerek. Neki is ugyanúgy vannak álmai, vágyai. Egy azonban mindenek felett áll. Az egyetlen kívánságom, hogy meggyógyuljak. Nők a tudományban kiválósági díjat kapott Kohajda Mónika, a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinika laborasszisztense, aki 29 éve támogatja az intézményben dolgozó orvosok, biológusok és PhD hallgatók kutatásait. A díjat évről évre olyan inspiráló kutatónőknek adják át, akik a hazai és a nemzetközi tudományos életben egyaránt maradandót alkottak, és a fiatal lányok körében is örömmel népszerűsítik a tudományos és mérnöki pályákat a lehetőségeket. Hát köszöntöm a stúdióban Kohajda Mónikát, jó estét kívánok! Köszöntöm én is, és köszöntöm a nézőket is. És gratulálok az elismeréshez. Kapott-e már hasonló elismerést, és mit szólt ehhez, amikor megtudta, hogy ön is díjazott? Nem kaptam még, ez az első. Nagyon örültem, és nagyon boldog voltam, mert ez a kollégáim részéről egy hatalmas megtiszteltetés, hogy elfogadják a segítő munkámat, ami... ma, amit nyújtok számukra a kísérletes munkáik során. Igen, hogy ez egy háttérmunka tulajdonképpen, de nagyon fontos szerepe van a laborasszisztensnek, és ha jól tudom, ön a sejtbiológiai laboratóriumban dolgozik. Ott mit csinál egy nap? Hogyan néz ki egy napja? Így van, a bőrgyógyászati klinikának a sejtbiológiai laboratóriumjában dolgozom. Az én feladatom közé tartozik az orvosoknak, a biológusoknak, PhD hallgatóknak a kutatási munkájának a segítése, a kutatási munkáknak az előkészítése, a mintáknak az előkészítése, a kutatási protokolloknak való feladatoknak a végrehajtása, primér sejteknek az izolálása, tenyésztése, többféle bőrtípusokból, oldatoknak a készítése, immunfluoreszens festéseknek az elvégzése, Westenblot technikák, ELISA technikáknak van való segítségnyújtás, illetve azoknak a végzése, különböző PCR technikáknak a kivitelezésében való segítségnyújtás, de ugyanígy a munkám közé tartoznak adminisztrációs feladatok, akár a műszereknek a karbantartása, azoknak a tisztítása, kalibrálásnak az intézése, tehát igen széles körű munkafeladatom van, tehát gyakorlatilag a labornak a működő képességének a segítése, biztosítása. Akkor mondhatnám, hogy a labor szíve ön. Egy kicsit, igen. Igen, hogy nagyon széles körű. Tehát amit itt felsorolt, az elképesztő mennyiségű tevékenység. Mindig is erre a pályára készült? Igen. És miért? Mi vonzott ez ebben? Még valamikor középiskola környékén voltak maga a gyakorlati részben ilyen labortechnikai feladatok, és nagyon-nagyon megtetszett. Tehát az, hogy precízen, pontosan kell dolgozni, nagyon sokrétű, és ez valahol engem nagyon motivált arra, hogy ezen a területen dolgozzak. Ugye a vegyész laboráns a végzettsége, amit itt Szegeden végzett, és hogy ide kötődik ezer szállal. Így van, igen. Szegedhez kötődöm teljesen. Mit szeret ebben a munkában? Ugye nagyon sok mindent csinál tényleg, és hogy kezük alá dolgozik a kutatóknak, mondhatom. Mindent, gyakorlatilag mindent. Tényleg a maga a szakmai kihívások, a technikának a megtanulása, annyira sokrétű feladat, annyira színes, és maga, hogyha még kudarc élmény van, még az is inspirálja az embert arra, hogy átgondolja újból. Amikor látom, hogy sikerélmény éri a kutatót, akkor én ugyanúgy örülök vele együtt, ami nekem is ugyanolyan szó, hogy ez a kölcsönös munkavégzés, ez számomra tényleg nagyon, nagyon fontos és inspiráló. Hát ez egy közös siker, akkor így van, így van.
És ugye, mint említettem a bevezetőben, hogy 29 éve dolgozik a bőrgyógyászati klinikán, azért ez elég hosszú idő, és egy munkahelyen végig tölteni ennyit, ez elképesztő szerintem. Mindig is ide vágyott, meg sosem fordult meg a fejében, hogy váltani szeretne mondjuk más felé, más klinikák felé? Nem, szerencsére mindig olyan kollégákkal dolgoztam, mindig olyan közösségben voltam, ami igazából nem késztetett arra, hogy én más irányba változtassak. Ugye, ha jól tudom, a pikke és sömör az egyik terület, amivel foglalkozik. Ezen belül mi az, amit ön csinál, és mit lehet tudni erről a betegségről? A mi kutatólaborunkban igen, a pikke és sömörnek a patogenezisének a kutatásával foglalkozunk. A pikke és sömör az gyakorlatilag a lakosságnak a 2-3%-át érintő gyulladásos immunmediált bőrbetegség, milyen vörös, hámló, pikkelyes foltok kíséretével, tüneteivel jellemezhet. Ezen kívül a bőrön még található ilyen egészségesnek tűnő bőrterületek is, ami a mai kutatások alapján már fényderült arra, hogy az egészségesnek tűnő területek mind sejtem kívüli elváltozásokat is okoznak, ami ugye elsősorban arra mutat információt, hogy maga ez a terület később átalakulhat pikkelysömört jellemző tünetek ki, illetve információt is rejthet abban, hogy miért maradt tünetmentes. Most jelenleg a laboratóriumunkban ezeket a tünetmentes bőrterületeknek a kutatására fókuszálunk elsősorban. Hogyan lehet tünetmentessé tenni ezt a betegséget? Igen, szóval a kutatás most jelenleg azért folyik, hogy ezeket minél szélesebb körű diagnosztikai eljárásoknak vessék alá majd. Ugye 29 éve végzi ezt a munkát. 3 évtized alatt mennyit változott a technológia, mennyivel lett könnyebb a munkavégzés, honnan, hová fejlődött a tudomány és a technika? Hát amikor én még valóban, mint laborgyakorlatot kezdtem, akkor nagyon sok úgymond manuálisabb eszközök voltak, mint a pipetták, amik üvegpipetták, ami már teljesen automatikussá vált. Nagyon sok műszer fejlődött már azóta, illetve hát a laborgyakorlaton belül is már rengeteg kit diagnosztikában már kitteknek az alkalmazása van. De persze még mindig nagyon sokszor a régi technikák, amik jól bevált technikák, szóval vannak kísérletek, ahol vissza kell még nyúlni egy esetleg régebbi technikai módszerhez. De akkor ez azt jelenti, hogy mindig képeznie kell magát az embernek? Folyamatosan napra késznek kell lennie? Igen, a kutatóknak folyamatosan napra késznek kell, hogy legyenek. Igen, tehát folyamatosan informálódni, olvasniuk kell. Tehát az a terület, amiben ők kutatnak, abban ők tényleg napra készek kell, hogy legyenek. És a laborasszisztensnek is, hiszen ő végzi a munka oroszlán részét bizonyos értelemben, tehát hogy az eszközöket megtanulni, kezelni. Igen, tehát nekünk is ugyanúgy folyamatosan velük együtt fejlődni kell, vagy mellettük, vagy tőlük tanulni nagyon sok mindent. Mi az a szemlélet, vagy az a hitvallás, ami jellemzi az ő munkáját? Én nagyon szeretem ezt csinálni. Szeretem ennek a munkának a sokszínűségét, sokrétűségét, hogy megkövetel egy pontosságot, megkövetel egy precizitást, ad valahol egy hivatást, tudatot az embernek, és tényleg az, amit elmondtam, hogy amikor a végén egy sikerélményt lát, szerintem annál több nem is kell. Szóval ez egy hatalmas ösztönző erő arra, hogy ezt tovább és tovább csinálja. És ez egyéni, vagy inkább csapatmunka, amikor a laborasszisztens dolgozik a laborban, sokszor úgy képzelném el, hogy ez egyéni munka. Egy kölcsönös együttműködés bizony, igen. Tehát itt nagyon fontos tényleg az, hogy jó kommunikáció legyen mind a kutató, mind az asszisztens között. És ahány kutató van, annyiféleképpen szereti alkalmazni a technikát, annyiféleképpen dolgozik, ezeket mind nagyon alaposan meg kell figyelni, nagyon rugalmasnak kell lenni, és alkalmazkodni a társhoz, akivel éppen dolgozik az ember. Én azt látom, hogy ön nagyon lelkes még így 3 évtized után is. Milyen szemléletet vagy szemléletmódot adna át a fiataloknak, a jövő generációjának, akik
kutatással vagy tudományos háttérmunkával szeretnének foglalkozni majd? Hát, ami tényleg nagyon fontos, hogy folyamatosan fejleszték a tudásukat. Legyenek nagyon kreatívak, mert ez a munka elvár egyfajta kreativitást. Lelkesek. Soha ne veszítsék el bármi is éri a kutatás során őket, mert ugye nem mindig sikerélmény egy kutatásnak a végeredménye. Ismerkedjenek, barátkozzanak, ez nagyon fontos, mert laboron belül is látom, amikor jönnek TDK hallgatók, hogy később a munkájuk során, amikor már oda kerülnek, mint PhD hallgató vagy végzettek, szóval ezek a kapcsolatok nagyon fontosak. És hát ilyenek. Nyilván sokat dolgozik, de van-e idő feltöltődésre, kikapcsolódásra, és ha igen, akkor mi az az elfoglaltság, amivel szívesen tölti a szabad idejét? Igen, van, hát persze a hivatás, és úgymond a szabad idő, az otthoni élet, az azért el kell egymástól különíteni. Van egy kislányom, ővele szoktunk sétálni, van egy kiskutyánk, úgyhogy vele nagyon sokat foglalkozunk. Szeretünk nagyon színházba járni, olvasni, természetben járni, tehát mindig van valamilyen elfoglaltság, amivel azért az ember próbál főzni, sütni. De ez is feltöltődés. Igen. És akkor nagyon szépen köszönöm, Mónika, hogy itt volt, és még egyszer gratulálok az elismeréshez, és kívánom, hogy legyen még sok ilyenben része. Köszönöm szépen. Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Két hét múlva újra várom önöket, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A Diagnózis támogatója a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont.